Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen. Köszöntöm a megjelent képviselőket, az interjúvezetőit, a Probio képviselőjét, a füredi polgárokat, a sajtóképviselőt, a televíziónézőket és minden érdeklődőt. Külön köszöntöm a dr. Ferenc Kornél hivatalvezető urat, hogy ismét megtisztelte jelenlétével a testület ülésünket. Megállapítom, hogy a 12 fős testületből 11 fő jelen van. Gáspár Ákos kimentette magát, ő nem fog részt venni a mai ülésen. Az ülés határot képes, azt megnyitom. Módosítani szeretném a kiküldött napirendi pontokat. 10. napirendi pontként fedezetbiztosítását kérném a GINOP 719 azonosító számú Balatoni vízi megállóhelyek létesítése című megvalósítható projekthez elérő közös falüzletési előterjesztést, valamint 10. napirendjét a Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete részére fejlesztési térő támogatás nyújtása című előterjesztést. Zárt ülés keretében pedig 17-es napirendként a Balatonfüredi belterületi 950/34-es helyes számú ingatlan tárgyában kötött telekalakítással vegyes ingatlanási szerzés módosítási című előterjesztést. Az 1-től 11-es napirendeket nyílt, a 12-től 17-es napirendeket pedig zárt ülés keretében javaslom tárgyalni. Van egy kérdés, vélemény a napirendekkel és a tárgyás menetével kapcsolatban? Aki támogatja a napirendi pontokat, kérem készfenntartással szavazzon. Egyhangú döntés, köszönöm szépen. Ismertetem a testület 2021. szeptember 30-án zárt ülésén hozott határozatait. 239-es számú határozattal adásvételi előszerzés megkötéséről döntöttünk a Voltika Kft-vel, a Felsőváros részben megvalósuló kereskedelmi egység és magára forró lakóépületekre vonatkozóan. 240-es számú határozattal pedig települési támogatást állapítottunk meg a rendkívüli települési támogatás előirányzat terhére. Ismertetem a szeptember 30-a és október 28-a időszakban meghozott döntéseket, amely döntéseket a testület a polgármesterre ruházott át. Ezekről külön szavazni nem kell. Az előterjesztés kiosztásra került a testület ülés előtt. A napirendek tárgyalása következik. Támogatás alpogása és képviselői keret terhére. A képviselők megkapták a nyomtatott anyag első oldalán található előterjesztést. A kincstárat kérdezem, hogy van-e kiegészítés? Köszönöm szépen. Nincsen, köszönöm szépen. A jogi bizottság véleményét kérdezem. A jogi bizottság az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek találta. Köszönöm, a humán erőforrás bizottság véleményét kérdezem. A határozati javaslat elfogadását támogattuk. Köszönöm, a pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. A határozati javaslat elfogadását támogatjuk. Köszönöm. Van egy kérdés, vélemény? Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem készfenntartással szavazzon. Egyhangú döntés, köszönöm szépen. Második napirendi pont a településkép védelmére szóló 48/2017-es rendelet módosítása. A képviselők megkapták a nyomtatóanyag harmadik oldalán található előterjesztést. Nemes név, Bucsánikot kérdezem, hogy van-e kiegészítése? Igen, köszönöm. Kiosztásra került az állami főépítész beérkezett véleménye alapján két apró módosítással átdolgozott rendelettervezet. Erről kell majd szavazni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A jogi bizottság véleményét kérdezem. A jogi bizottság az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek talált. Köszönöm szépen. A település vezető bizottság véleményét kérdezem. Bizottságunk bár hétfőn még csak az első részletét látta ennek a rendelettervezetnek, de már akkor Nemesini Anikó jelezte felénk, hogy nagy valószínűséggel még a testületülésre fog érkezni pontosítás. Ezt most megkaptuk, úgyhogy köszönjük szépen, és a bizottság támogatja a rendelettervezetet. Köszönöm szépen. Van egy kérdés, vélemény? Aki a rendelet módosítást támogatja, az a minősített többség szabály szerint szavazzon. Aki támogatja, készenveléssel szavazzon. Egyhangú döntés, köszönöm szépen. Javaslat a Balatonfüredi Sportegyesületek 2021 évén második félre szóló működési támogatására. Az képviselők az előterjesztést megkapták, a 9. oldalon található az előterjesztés. Cserépulat kérdezem, hogy van-e kiegészítése. Köszönöm mindannyi, hogy kiosztottunk egy javított táblázatot, ami a tavalyi összegeket tartalmazza, a döntés és a határozatot nem befolyásolja. Köszönöm, főszabályként az első fél évi támogatás biztosítását kérjük a második fél évre a sportegyesületeknek. A jogi bizottság véleményét kérdezem. A jogi bizottság az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek talál. Humán erőforrás bizottság véleményét kérdezem. Támogattuk a határozati javaslatot.
A pénzügybizottság véleményét kérdezem. A határozati javaslat elfogadását támogatja, és köszönjük a javítását a táblázatnak. Köszönöm. Van egy kérdés vélemény? Aki támogatja, határozatot kérem készen tartással szavazzon. Ellene tartózkodik, egy hangú döntés. Köszönöm szépen. Negyedik napi rendi pont javaslat a 2022. évi városi nagy rendezvény tervre. A képviselők megkapták az anyag 13. oldalán található előterjesztést. Cserép urat kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kiegészítése? Köszönöm, nincs. A jogi bizottság véleményét kérdezem. A jogi bizottság az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek. Köszönöm, a településvezetési bizottság véleményét kérdezem. A határozati javaslat elfogadását támogatta. A Humán Erőforrás Bizottság véleményét kérdezem. Támogattuk a határozati javaslat elfogadását. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. A határozati javaslat elfogadását támogatjuk. Van-e kérdés vélemény? Szalajúnak adom már a szót. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Jókai napok kapcsán korábban szokott lenni bobleves főzőverseny, és annak a helyszíne a Koloska völgy volt. Most a helyszínek között nem látom a Koloska forrás, vagy a Koloska völgy. Lesz-e ilyen rendezvény, vagy tervezzük-e, vagy... Tervezünk ilyen rendezvényt, akkor csak egy adminisztrációsiban javítjuk. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Angi jelentkezte, ugye? Nem. Pál István parancsolja. Gyermeknappal kapcsolatban lenne a bizottságon felvetült egy kérdés, hogy a Kovásznak parkban is legyen rendezvény a gyermeknapon, ne csak az alsóváros részben. A helyszíneket majd szeretnénk kérni. Jó. Cserép úrnak adom meg a szót. Természetesen nincsenek akadálya, költségvetési forrásokat úgy kell csoportosítani, hogy ide is jusson. Szalajú kérdése? Erre válaszoltam, hogy rendben lesz, kimaradt csak a helyszín. Jó. Jó, csak ez azért egy markáns fölvetés, tehát ezt nem szabad elhagyni, én azt gondolom. Tehát ráadásul ezt szeretik az emberek, ez egy jó közösségi program, ez nem költségvetési forrás függvénye, ez a városi nagy rendezvénytervnek egy markáns eleme szerintem, amit Szalai képviselő úr fölvetett, én úgy érzem. Egyet értek, csak adminisztrációs. Jó, oké, köszönöm. Elnézést, akkor én értettem félre. Ha nincs, akkor javaslom, hogy ezekkel a kiegészítésekkel fogadjuk el a nagy rendezvény tervet, aki egyetért kérem készfenntartással szavazzon. Egyhangú döntés, köszönöm szépen. A Balatonfüredi Kulturális Nonprofit Kft. Alapítók iratának módosítása. A 21. oldalon található az előterjesztés. Cserépulat kérdezem, hogy van-e kiegészítése. Köszönöm, nincs. A jogi bizottság véleményét kérdezem. A jogi bizottság az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek talán. Köszönöm, a Humán Erőforrás Bizottság véleményét kérdezem. A határozati javaslat elfogadását támogatjuk. Köszönöm, a pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. A határozati javaslat elfogadását támogatja a pénzügyi bizottság. Köszönöm szépen. Van-e kérdés vélemény? Aki elfogadja a határozati javaslatot, ilyen készfenntartással szavazzon. Ellene tartózkodik, egy hangú döntés. Köszönöm. Javaslat a Balatonfüred rendőrkapitányság és Balatonfüred város önkormányzata életpálya elnevezési közös faj ültetésére. A 23. oldalon tart az előterjesztés. Cserép urat kérdezem, hogy van-e kiegészítése. Köszönöm szépen. Csak annyi, hogy a Kovászka parkban lesz a helyszínen. November 3-án délelőtt 10 órára javasoljuk, támogatjuk ezt a kezdeményezést. Köszönöm. A jogi bizottság véleményét kérdezem. A jogi bizottság az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek talán. A pénzügyi a településvezetési bizottság véleményét kérdezem. Támogattuk a határozati javaslatot. Köszönöm. A Humán Erőforrás Bizottság véleményét kérdezem. Támogattuk a határozati javaslatot. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Támogatjuk a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm. Van egy kérdés vélemény? Aki támogatja, kérem készfenntartással szavazzon. Egyhangú döntés, köszönöm. A közvetési terv 5. számú módosítása. Képviselők megkapták a 25. oldalon található anyagot. Van-e előkészítő jelen? Úgy látom, nincsen. Akkor a jogi bizottság véleményét kérdezem. Bizottság véleményét. Jó, a bizottság az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek talál. Köszönöm. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Támogatjuk a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm, van egy kérdés vélemény.
Aki támogatja, kérem készfenntartásra szavazzon. Ellene tartózkodik. Egyhangú döntés. Köszönöm. Top 1.21 számú projekt eszközbeszerzéshez fedezett biztosítása. A 35. oldalon található az előterjesztés. Gyakorlatilag a projektben szereplő horgász csónak kikötőhöz csónakok beszerzését tartalmazza. Van-e esetleg kiegészítés? Nincsen. A jogi bizottság véleményét kérdezem. A jogi bizottság az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek talán. A településfejlesztési bizottság véleményét kérdezem. Előterjesztés határozati javaslatát támogattuk. Köszönöm. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Támogatjuk a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm. Van-e kérdés vélemény? Aki támogatja, kérem készfenntartásra szavazzon. Egyhangú döntés. Köszönöm. A magyar állam tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes megigénylése. A képviselők megkapták a 37. oldalon található előterjesztést. Csáki urat, mint előkészítőt kérdezem, hogy van-e kiegészítése. Köszönöm, nincsen. A jogi bizottság véleményét A jogi bizottság az előterjesztés jogi szempontból megfelelőnek találta. Köszönöm, a településfejlesztési bizottság véleményét kérdezem. Bizottságunk az előterjesztés római 1 és római 2-es határozati javaslatát is támogatta. Köszönöm, a pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Támogatjuk a határozati javaslat elfogadását. Van-e kérdés, vélemény? Aki támogatja a határozatot, kérem készfenntartással szavazzon. Ellene tartózkodik, egyhangú döntés. Több ingatlan önkormányzati tulajdonba vételét vizsgáljuk. Rengeteg ingatlan van Balatonfüreden, ami magyar állami tulajdonban van. Azokat nézzük, hogy milyen stratégiai ingatlanok vannak, illetve a fejlesztésekkel kapcsolatban milyen ingatlanok érintettek útfejlesztéssel. Amennyiben idős otthon létesül, akkor valószínűleg a BM telkét is meg kéne igényelnünk térítésmentes vagyonátadásra. Folyamatban van a Jókai Villának a tulajdonba vétele. Azt szeretném elmondani, hogy több terület az védett, mégpedig azokból védett, hogy a korábbi testület, jóval korábbi testület védett facsoportokkal kapcsolatban hozott rendeletet, ami országos védettséget kapott, és elég nehézkes az országos védettségű ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása, tehát ezt a védettséget meg kell szüntetni, vagy ezt a védettséget pótolni kell. Itt van, amikor a kígyó a saját farkába harap, amikor jó szándékból mi léptünk valamit, és most akadályozza, hogy ingatlan területek, ráadásul olyan ingatlanok, amik okszerűen a városhoz kéne, hogy kerüljenek, és talán még a magyar állam is adná, azoknak a megszerzése nehézségekbe ütközik. Jó? De még egyszer, tehát mindenkinek javaslom, hogy tekintse át ezt a listát, egy nagyon terebélyes, nagyon hosszúkás, van, amire fogalmilag nem megszerezhető, értelmetlen megszerezni, vagy jelentős állami investíció történt, de vannak olyan területek, amik az önkormányzat hosszú távú stratégiai céljával összefüggenek. Ezeket folyamatosan vizsgáljuk és folyamatosan aktualizáljuk, de rengeteg ilyen ingatlan van. Jó, akkor a határozati javaslatokat elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm. Fedezett biztosítása a GINOP 719-es azonosítási számú balatoni vízi megállóhelyek létesítése című projekthez. Az ülés előtt papíralapon kiosztásra került az előterjesztés. Kérdezem az előkészítőt, hogy van-e kiegészítése. Hát gyakorlatilag a kempingnek a belső sétány része, tehát a kéksarag sétányra merőleges sétány rész. Üvegségünk van arra, hogy a fedezetet többletforrásként, mint ahogy eddig is megkaptuk, azt megigényeltük, de hogy a beruházás ne szenvedjen hátrányt, jó lenne eredményt hirdetni, és jó lenne mielőbb elindítani ezt a fejlesztést, hogy a jövő évi szezonra mind a két sétányelem az megvalósulhasson. Tehát úgy gondolom, hogy technikai forrásbiztosításról van szó. A jogi bizottság véleményét, a bizottság nem tárgyalták, elnézést. Van egy kérdés, vélemény? Aki támogatja, a sadokján kész fenntartással szavazzon. Ellene tartózkodik, egyhangú döntés. Köszönöm szépen. A nagycsaládosok szivárványi esetet részére fejlesztési célú támogatás nyújtása. Szintén itt az ülés előtt papíralapon került kiosztásra, illetve elektronikusan kiküldésre került. Kellene egy olyan hely a nagycsaládosok szivárványi esete részére, ami hosszú távon tudja biztosítani az ő mindennapi létüket. Én nagyon fontosnak tartom azt a tevékenységet, amit hatalmas szeretettel meg munkával elvégeznek
szerintem valamennyiünk érdekében. Alapvetően nyilván az a tevékenység ez sok olyan részelemet tartalmaz, ami esetleg megnehezíti a másokkal történő együttműködést, de az önkormányzati tulajdon ingatlan, amire most részben pályázatot is nyújtottak be, részben pedig mi oda tudjuk nekik adni hosszú távú használatra. Szerintem egy hosszú távú és korrekt megoldást tud születni ezzel kapcsolatban. Sajnos a pályázati rendszerekben, az egyéb állami pályázati rendszerekben ők nem tudtak nyerni. Én feltétlenül támogatnám ennek az ingatlannak a felújítását. Ráadásul önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant újítunk föl ezzel az összeggel. Sajnos a bizottságok nem tárgyalták, de elnök asszony azt kérte, hogy neki, és a héten jelezte, hogy neki sürgős döntésre lenne szüksége. Ezért kérem, hogy a tiszteletestület támogassa ezt az előterjesztést. Van-e kérdés, vélemény? Alpogásának van már szót. Ne szeretném csak megérteni, hogy itt polgármesterből is mondhatom. Részes elejét lehettünk egy-két hónap erejéig itt a járvány helyzet okán Kásper képviselőtársammal, és tényleg méltatlanok voltak a körülményeik, és tényleg igazán hasznos, közhasznú munkát végeznek, és talán azt is lehet mondani, hogy egy régi adósságunkat törlesztjük ezzel feléjük, úgyhogy üdvözlöm ezt a döntést, és örülök, hogy ez meg tud akkor valósulni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát mind a polgármesterünk, mint Gáspár Ákos nagyon erőteljesen jelezte, hogy ezt a problémát valamilyen módon kezelni és megoldani kell. Neked mások is azt gondolom. Van esetleg kérdés, vélemény egyéb? Ha nincs, akkor javaslom, hogy fogadjuk el a határt javaslatot, aki támogatja, kérem készfenntartással szavazzon egyhangú döntés. Köszönöm szépen. Bejelentések, interpellációk következnek. Hári Lenkének adom meg a szót. Híves elnökának adom meg a szót. Én szeretnék érdeklődni Kosler úrtól, hogy a óvárosban a busz megálló ügyében sikerült-e megegyezni, vagy előrelépni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Volna előttem adom meg a szót. Holzer, apmesternek adom meg a szót. Köszönöm. Nagy Jenőnek adom meg a szót. Én is rövid leszek, csak több helyen már előfordult, vagy fordultak ilyen kéréssel most. Éppen itt a legutóbbi városi ünnepségen kerestek meg, hogy a Csárda utcában végig egyetlen pad sincs, ha már máshova el tudtunk idézni, egy-kettő tisztelettel kérdezem, lehetne-e a Csárda utcában is néhány padot, hogy akik arra sétálnak végig az esztékától egészen föl a tetőig, valahol esetleg megpihenhessenek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Takács Nagy Jánosnak. Köszönöm szépen. Jó, csak nem világított. Közeledik a Mindenszentek ünnepe és a Halottak napja, ezzel kapcsolatban szeretnék egy dolgot felvetni, illetve javasolni. A balatonfüredi temetőket járva évközben és a Helytörténeti Egyesülettel elég gyakran megfordulunk ezeken a helyeken, és nem új keletű dolog, már régebben is észrevettük azt, hogy elég sok olyan gazdátlan és elhanyagolt sír van, amelyikben olyan személyek nyugszanak, akik valamikor azért a városért tettek, dolgoztak, közismertek voltak. Jó néhányat ezek közül, a régi sírok közül az Egyesületünk tagjai most is gondoznak. Tehát számszerűen nem szeretném felsorolni, hogy kikről van szó, milyen személyekről és kik végzik. Ezek között vannak katonasírok, vannak polgári személyek, régebben, tehát nagyon régen elhunyt személyek is. De mégis nagyon kellemetlen érzés az, amikor az ember ezeket a elhanyagolt sírokat látja. A mi egyesületünknek a lehetőségeit ez úgy érzem, hogy meghaladja, tehát mi nem tudjuk ezt már, tehát még ennél többet is vállalni és gondozni ebből. De arra gondoltam, hogy talán a városnak a költségvetésében nem jelentene egy kiugróan nagy tételt az, hogyha egy megfelelő felmérés elvégzése után, amiben nyilván nagyon szívesen segítenénk megnézni, megkeresni, hogy pontosan miről van szó,
Tehát nem jelentene egy horribilis költséget, hogyha a város ezeket felkarolná. Én azt gondolom, hogy ehhez valószínűleg a balatonfrediek is, civilek is szívesen csatlakoznának, akár adománnyal, akár segítséggel, akár más dologgal. Tehát nem szeretném, hogyha most bárki azt gondolná, hogy egy az egybe ezt most az önkormányzat nyakába szeretné bárki is varni, hanem arra gondolok, hogy egy nem túl szerencsés állapotot kellene közösen együtt megszüntetni. Tehát én azt tudom felajánlani a mi egyesületünk nevében, hogy tekintve, hogy nagyon jól ismerjük a balatonfélei temetők helyzetét, ezt többszörösen feldolgozták kutatók, és pontosan tudjuk, hogy miről van szó, hogy elkészítenénk együtt az önkormányzattal egy javaslatot, hogy milyen sírokról lenne szó, tehát kik azok a személyek, akiknek a nyugvó helyét talán így közösen gondozni lehetne. Lehetne ez akár egy alapítvány, bármilyen formában, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy ez az állapot javuljon vagy szűnjön meg itt az idők folyamán. Egy kicsit méltatlan ez, amikor az ember megy a temetőbe, és hogy azért mondjak konkrét dolgot is, a balatoni hajózás 175. évfordulóját ünnepeltük az idén. Egykori Bahat igazgató Balatonfüred egyik temetőjében nyugszik borzalmas körülmények között van az egész dolog. Nyilván a Bahat ezt nem tudja, nem is tudhatja, tehát nem az ő problémájuk, de vagy megszüntetésre kerülnek majd egyszer ezek a sírok, vagy, de addig is mindenképpen hát rendbe kellene őket tenni valahogy. Én gondolom, hogy talán a Probio RT vagy valamelyik kertészeti vállalkozás egy nagyon szolid díj ellenében ennek az éves rendbetételét és gondozását ezeknek a síroknak tudná vállalni. Azzal, hogy még egyszer mondom, hogy az egyesületünk tagjai továbbra is gondozzák azokat a sírokat, amit a korábbi években elkezdtünk. Ennyit szerettem volna, köszönöm. Pátinak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Két hónappal ezelőtt nagy örömmel és egy igazán méltó ünneppel ünnepeltük a lakótelep 40 éves létét, és két hónap után más oldalról is rá kell jönnünk arra, hogy a lakótelep 40 éves, tehát vannak olyan épületek, amelyeknek az építkezése több mint 40 évvel ezelőtt kezdődött, és ez a hét a lakótelepben élők, és akkor nem csak a központi melegvíz és fűtés ellátással rendelkező lakások, hanem mindenki, aki ebbe a körzetbe él, egy elég kellemetlen hét zajlott, mára talán már csitultak a dolgok. A DRV részéről volt szervezett intézkedés, amit be is jelentettek a médián keresztül, hogy szakaszosan lezárás lesz, és lesz víz nélküliség. Lajtos kocsival biztosították is ezekre az időpontokra a vizet, tehát ebben nem szólhatunk, de az élet valahogy úgy hozta, hogy erre a hétre két nagyon komoly, nagyobb méretű csőtörés is esett a lakótelepen, amely rengeteg sarat, földet, egyebet sajnos a csőtörés következtében bekerül a vízhálózatba, és mivel a hidegvízellátást a Füredhő is ugye innen kapja, ők is kényszerültek lezárni ezt a melegvízellátást, ők is jó ideig szennyezett vizet kaptak. Személyesen egyik érdeklődtem Norbinál is, Ákos és engem sem kerestek meg hivatalosan, de a médiumokban, tehát a Facebookon az ember hallja, meg látja, fotóval illusztrálva is tették be, hogy több órán keresztül, fél napon keresztül nem volt melegvíz szolgáltatás, amikor visszajött, akkor sáros volt, piszkos volt, ami esetleg a lakásokon belüli egyéb csaptelepeket, egyebeket tönkretesz, tehát mindenképpen inkább csak problémafelvetésként és esetlegesen egy olyan igényként mondanám, egy ilyen kompenzációs igényként, hogy volt olyan, aki három napig pont olyan ház, hogy három napig nem tudott sem melegvizet vinni, viszont az óra pörög, pláne amikor visszakapcsolják a rendszert, akkor rengeteg levegő van bent, ami egy kicsit még hatásosabban pörgeti meg a vízórákat. Ugye tudni kell, hogy a lakótelepen minden lakásban vannak mellékmérők, tehát mindenki a fogyasztott mennyiséget fizeti. Nagyon sok elkeseredett
beírás volt, hogy nem tudott mosni, nem mert elindítani, mert annyira szennyezett volt a víz. Ezt mi egyeztettünk már tegnap előtt Kostár osztály vezető úrral, ő megkereste a fürethőt, mert a melegvíz szolgáltatással voltak ugye a legmarkánsabb észrevételek, és Kostár úr megkereste a fürethőnek az ügyvezető igazgatóját, aki szintén azt mondhatjuk, hogy ők is egy olyan viszmajó helyzetben voltak, nem rajtuk múlott, és azt is tudnunk kell, hogy ezekben a lakásokban azok az úgynevezett stangok, amelyek ugye szállítják fel a vizet, azok 30 éve, 40 éve azoknak a falán lerakódik, és hogyha van egy szünet, egy szolgáltatási szünet, uram bocsá, egy levegővel telített víz, ami végigmegy, az bizony föloldja a belső falon letapadt dolgokat, tehát ez egy olyan szituáció, amit esetlegesen úgy lehetne, hogy ütemezetten, ahogy 10-12 éve a lakótelepi házaknál elvégeztük a panel programot, én úgy gondolom, hogy 35-40 év után lehetséges, hogy valamilyen módon segíteni kellene a közösségeket, hogy ezeket a lépcsőházanként felszálló stangokat, ami ugye osztatlan közös tulajdon, hogy azok valamilyen módon folyamatosan cserére szoruljanak, mert sajnos a csőtörés az mindig adott, és most két nagyon brutális csőtörés volt, tehát tényleg nem ilyen kis szivárgás. És esetlegesen egy olyan észrevételt olvastam, hogy nem kaptunk melegvizet, nem volt használható a melegvíz, esetlegesen valami gesztus gyakorolni, hogy na erre a hónapra, csak ezt. Tehát ezek íródnak, látom, hogy mindenkinél ez van, mert a városban máshol is van ilyen probléma, de ez most egy kicsit nagyobb hullámot vetett, és azért gondoltam, hogy ezt megosztom, ezt a problematikát, hogy érezzék a lakótelepen élők, akár bármelyik lakásban, az egyedi fűtés mellett is, hogy ez sajnos viszmajor helyzet, nem tudunk mit tenni. Mindenképpen az előregedett vezetékeket a közösségeknek át kell gondolni, mert osztatlan közösbe vannak a házakban ezek a vezetékek. Tehát valami kiutat nekik is kell indulni az irányba, hogy ezeket a dolgokat a jövőben el tudják kerülni, vagy legalábbis ritkább esetben tudják. Konkrétan még nem gondolkoztam ezen, hogy lehetne megoldást teremteni, de a fürethő vezetője is, és Kostler úr is tárgyalnak és megpróbálnak valami megoldást találni, de csőtörésre sajnos nem tudunk egyelőre. Köszönöm szépen, de ezt muszáj volt elmondanom, mert ez a hét erről szólt a lakótelepem. Köszönöm. Böröc úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Kostler úrat kérdem, amire tud válaszoljon. Köszönöm. Város busz megálló. De folytattam az egyeztetést az érintettekkel. Úgy érzem, hogy jövő héten lesz végleges döntés egy kijelölés tekintetében. Nagy Jendul Csád utca pad. Én azt gondolom, hogy a Csád utca felújítása amennyiben megtörténik, és jövőre mindenképpen tudunk padot biztosítani az utcában, vagy padokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Amit a Takács úr elmondott, azzal egyetértek. A néhány évvel ezelőtt, amikor a történelmi temetők felújításának neki kezdtünk, akkor volt egy egyeztetés a Helytörténeti Egyesület akkori meghatározó embereivel, vagy a téma iránt akkor fogékony embereivel. Akkor hogy elmondtuk, hogy ezek a történelmi temetők felújításra kerültek. Kérem a Cserép úr, René Klára meg a elnök úrnak az együttműködését, hogy ezeket milyen módon lehetne méltó módon átadni a nagy közönség számára. Ez az egyik megjegyzésem. A másik pedig ott ugye abban maradtunk, hogy hiszen ez a probléma akkor is már élő volt, hogy az Egyesülettől kapunk egy fölmérést, egy olyan adatbázist, hogy milyen olyan sírok vannak, amiknek tehát hogyha nincsen család, akkor mindenféleképpen a városnak fönn kell tartania valamilyen módon. Kérem, hogy ez a felmérés ez szülessen meg, Kostár úr, Cserép úr, Egyesület tekintetében.
Szerintem az Egyesületnek lesz itt markáns szerepe, hogy megmondja a helytörő kutatások alapján, hogy kik azok a meghatározó személyek, amiknek a sírának a megőrzése mindenféleképpen fontos. Ezt az adatbázist mi várnánk. És utána a felújítás egy dolog, ez szokott mindig az egyszerűbb lenni. A másik pedig a fenntartás, tehát hogy kire lehet adni, vagy kire lehet biztosítani a fenntartásnak a kötelezettséget. Valószínűleg meg kell találni ezen sírok tekintetében, hogy kihez köthető, tehát milyen szervezetekhez köthető az ő tevékenysége. Például felvetődött, hogy Bahart, tehát egy megújított sírnál biztos meg lehetne kérni a Bahartot, hogy ápolja ennek az emlékét, hiszen ő mégiscsak ennek a cégnek a vagy igazgatója volt valamikor. De bármilyen közéleti dolog, ami, vagy a közélethez köthető tevékenységnél biztosan meg lehet találni azt a idézőjelbe védnökét vagy gondozóját, akitől ez elvárható, és talán jó szívvel ezt föl is vállalná, vagy bármelyik civil szervezet, ami pedig nincs, ami ebből kimarad, azt nyilvánvalóan az önkormányzatnak kell felvállalni és biztosítania. Tehát induljunk el ezen az úton. Egyébként én már azt hittem, hogy elindultunk, hiszen mondom, több éve megbeszéltük azt, hogy el fog készülni minden temetőre kiterjedve egy ilyen bázis, egy ilyen adatbázis, amit fontosnak tartana a helytörténész szakma és civil szervezeti kör. Jó? Várom ezt, jó, és erre nyitottak vagyunk mindenféleképpen. Cserép Laci, akkor ebben meg Kosler úr, ebben próbáljunk mozgolódni, hogy ez mekkora kört érint. Jó? Köszönöm szépen. Lakótelep, ugye itt van egy szolgáltató, a közműhálózat az teljes mértékben állami tulajdon, hiszen az állam átvette ezeket a hálózatokat. Nagyon nagy problémánk van vele, hogy amit az önkormányzatnak át kellett adni törvényerejéig fogva, azok a hálózatok jó állapotban voltak, amiket pedig ő épített valamikor a 60-as, 70-es években, azok rossz állapotban vannak, ez állandó konfliktus forrás. Ezeket a felújításokat folyamatosan szorgalmazzuk. Az mégsem tud működni, hogy egy önkormányzat finanszírozzon olyan fejlesztéseket, aminek a fejlesztésekből a pénzt mégiscsak egy szolgáltató szedi be. Tehát ezeket a 60-as, 70-es években lévő hálózatokat igenis föl kell újítani az államnak, alulról kezdve az építkezést. Én tudom, hogy ezek nem látványos dolgok, meg nem látványos történetek, mert ami a föld alatt van, az nem sosem látványos, de nagyon-nagyon fontos. Tehát van egy szolgáltató, meg van egy tulajdonosi közösség. Tehát a tulajdonosi közösségnek is vannak kötelességei szerintem az épület tekintetében. Erre szolgálnak azok az alapok, amik segítenek abba, hogy felújítsanak dolgokat. Tehát lehetne egyszerűen lezárni ezt a történetet, de mint a panel programnál, mivel itt egy nagy közönségről van szó, és sokkal nehezebb megmozdítani egy 50-es, 60-as közösséget a közös cselekvésre, mint egy 4-5 főből álló közösséget. Abszolút nem zárom ki, hogy ismét képezünk egy alapot, hogy ez az alaphoz hozzá lehessen nyúlni, és a társadalom tekintetében esetleg a korábbi fejlesztési programból kimaradó részeket pályázat vagy egyedi döntések alapján az önkormányzat segítse. Most sem zárkozunk el egyébként annak erre, hogy nincsen kiírt pályázat. A társadalmi közösség megkeresnek bennünket felújítások tekintetében, hogy tudjuk biztosítani azokat a forrásokat, amik esetleg nem képződtek meg, vagy később képződtek meg, vagy elöregedett a lakó közösség. Találjuk ki ezeket a dolgokat. Tehát még egyszer, van egy szolgáltató, akinek szolgáltatni kéne megfelelő szinten. Van egy tulajdonosi közösség, akinek szintén vannak a felépítmények tekintetében tulajdonosi kötelezettségei, mint ahogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es lakások közösségeinek vannak kötelezettségeik, de itt van egy nagy közösség, amit elég nehéz megmozdítani. Tehát én is azt gondolom, hogy valamilyen önkormányzati szerepvállalás itt mindenféleképpen elképzelhető lehet. A kompenzációs dolgokat pedig a Probió vizsgálja meg, tehát a fűtőmű vagy a Probió ZRT vizsgálja meg, hogy tényleg milyen károk, kellemetlenségek születtek, és hogy tud-e bármilyen módon kompenzációs lehetőséget, akár csak gesztusértékkel is biztosítani. Tehát képviselőasszony, nyitott vagyok arra, hogy költségvetésileg megképezzük ezeket a forrásokat, tehát hogyha olyan fejlesztési részek vannak, amiben nagyon nehéz a lakóközösséget megmozdítani, akkor szerintem ettől biztos, hogy ne bukunk el. De még egyszer, van egy szolgáltató, aki a földbe lévő dolgokért felel, van egy lakóközösség, aki a tulajdonért felel, mert mégiscsak az ő tulajdonáról van szó, és nekik kell dűvel venni, meg van egy önkormányzat, ami ezeket a nagy rendszereket segíteni szeretné. Jó? Várom a javaslatot. Nagyon szépen köszönöm, polgármester. Jó, hogyha nincs, akkor a mai ülés nyílt részét azt belekezdeném, elbúcsúznék mindenkitől, és szép hétvégét kívánok mindenkinek, meg itt megemlékezést. Jó?
a már elhaláladott szeretteik körében. Jó, köszönöm szépen, és nem sokára az átüléssel folytatjuk a munkánkat. Köszönöm szépen.